hogy szívesen megtenni. Semmi sem jó, amit mondok. Ha nem lenne ott az a kígyó, esküszöm. Átállnék a másik oldalra. Nagyon kellemetlen lesz. Az a lényeg, hogy ne említsd meg előtte az incidenst. Persze, te könnyen beszélsz. Jaj, Andrea, ne panaszkodj már! Ne, oda néz! Ez maga Villám Valdez! Hello! El sem hiszem, hogy összefutottunk. Nem emlékszel rám? Én vagyok az Andrea. Emlékszel? Ah, igen, Andrea, a futballcsillag. Bocsáss meg. Igen. Annyira megváltoztál. Gyönyörű vagy. Köszönöm. Szia. Hogy vagy? Remekül. Ő itt Julio, a legjobb barát. Szia. Hogy vagy? Jaj, bocsánat. Bemutatom a nővéremet, Betty. Hello, örvendek. És sikerült már bejutnod az áligába? Nem, már abba hagytam a focizást, de még mindig nagy rajongód vagyok. Nem hagyom ki egyetlen meccsedet sem. A jelen... Anya épp... És ha nem... Te is tud... Most meg... Levont, hogy volt is a fia gyűjt... Az a helyzet, hogy nem biztos, hogy itt maradok, mert ajánlatot kaptam egy spanyol csapattól, éppen a napokban kellene indulnom. Akkor többé nem megyek a stadionba. Ugyan már, kérlek, ne mondj ilyet, hiszen neked ott a helyen. Ó, túl sokat beszélünk a fociról, bocsánat. Nem, ne aggódj, már hozzászoktam. Betty imádja a futballt, csak megjátsza, hogy nem. Hát, azt hiszem, nekünk most már mennünk kell. Örülök, hogy találkoztunk. Sziasztok! Villám, annyira jó, hogy újra láthattalak. Én az első számú rajongód maradok örökre. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!